egészen a gátig a töltése ki volt. Száll a pára az úzmarás nádasból, beleveszik a kis tűzrakás füstje. Nehezen indul a sejga a mínusz 10 fokban. Januárban vízkereszt óta aratják a növényt a Balaton felvidéki nemzeti park területén. Az eső és a hó ez évben nem hátráltatja a munkát. A nádas területéből 30-40 hektár terveznek learatni. Hát a mennyiség szerintem nem lesz probléma, hogyha ilyen marad az időjárás. A minőségek kapcsán viszont elmondható, hogy amit eddig sikerült kiosztályozni, az eléggé jó minőségű. Úgyhogy szerintem azzal sem lesz probléma. Hová kerül a learatottnád? Mi lesz a sorsa? A learatottnál ugye azt először osztályozzák, majd miután megtörtént az osztályozás, a tetőfedő kéve, illetve hosszabb kévékből nádszövet készül. A természetvédelmi szempontok megelőzik a nádaratást. Megkezdték a terület tisztítását is, hiszen az aratásra szóló engedély csak február végéig szól. A nádaratás során mindig be kell tartani az előírt természetvédelmi írás vagy előírásokat. Ez azt jelenti, hogy például 40 cm fölötti vízben nem lehet aratni, mert a szelyga akkor kirúgja a nádrizómákat, és akkor jövőre nem lesz ott nádas. Megvan, hogy melyik területeken arathatnak, tehát egyidejű nádat, ipari nádat, ahol most is vagyunk ebben a depónál, és hol kell felújítani. Tehát hol hagyjuk meg avasnálat, a 4-5 éves avasnálat, és hol újtsik föl a mondjuk összeborult nádat, ami már mondjuk nagyon öreg, 7 év vagy 8 évnél idősebb. Egy-egy fordulóval néhány tonnát dönt le a gép a parton, melyből nádpadlót, nádszövetet és tetőnádat készítenek. A legjobb minőség exportra kerül.